Sziasztok, ez itt a Balázs Britannia 83. epizódja, 1791 van, kis szerencsével 1800-ig eljutunk a mai héten, illetve rengeteg szerencsével. Ehhez viszont az kell, hogy például elkezdjünk akkor nagyon gyorsan mindent csinálni. Ugye nemrég ért véget a háború. Really? Oh, really? Oké. Szóval nemrég ért véget a háború a mamelukokkal, egész pontosan a múltkor. És megszereztük ezeket a területeket, amikre nagyon nagy szükségünk volt. Mármint, hogy állítólag szükségünk volt rá. És Kilvával is ugye megcsináltuk a háborunkat. Érdekes rész volt az előző, National Decisions. Construct, igen, elkezdhetünk csatornát építeni, és mindenképpen meg akarom építeni a Suezi csatornát. Csak 20.000 forintba kerül, úgyhogy nem látom értelmét, hogy miért ne építsük meg. Van újfajta unit type-unk, ami nem más, mint az infantry. Az tartozik Napoleonék természetesen, mert mi más? Igen, házasság. És 25 prestige-et is kapunk, de nem tudjuk mire költeni. Itt Six Support, oké, és Cold Diet, és ennyi. Kapunk 25 prestige-et. És akkor itt tőle meg azt tudjuk kérni, hogy mill supportot adjon. Jó. A pápa rátámadt Magyarország. What? Ja, mert ez Magyarország. Aha! Okos. Mindenképpen okos. Na, van-e valaki, akit most így ilyen easy módban megverhetünk? Nem hiszem. És... rosszra kattintottam? Shit! Rosszra kattintottam. Nem! Jóra kattintottam. Oké. A cancel Suez kanál az jött elő. Az ami rossz, de nem akarjuk cancelölni. Semmiképpen sem. Nagyon boldogok vagyunk azzal, hogy készül ez a csatorna. Azt mondja, hogy itt a legolcsóbb. Most már így megyek. Ez az egyszerűbb megoldás. Nem fogom mikrózni állandóan. Melyik európai ezek közül? Egyik sem. Reykjavik. Reykjavik nagyon fontos nekem, hogy katolikus, nem katolikus, anglikán legyen. Igen. Na, szóval van-e valaki, akit meg tudunk támadni? Ugye a küldetéseinkben most jelenleg, hát azt én már elengedtem, tehát ez nem lesz meg. Nem fogunk itt küldetéseket nyerni. Itt viszont akarok kérni... hát... mit kérjünk? Kérjünk merkantilizmust. Kérjünk azt. Tehát a küldetéseinkben kicsit jobban is érezhetném, hogy mi van kész, meg mi nincs kész. Ez kész van. Egyptian Authority. Ehhez kellene még terület a mamelukoktól, ami nem elképzelhetetlen, mert ez a három kell csak. Szóval még totál lehet, hogy megvívunk egy háborút. Illetve Burgundiából még kéne Burgundia maga. Viszont azt már nem feltétlenül látom, hogy sikerülne elérni. És ezzel kész is lenne ez a fának ez a része. A Control Electors, ez viszont nem lesz meg, mert hogy nem lehetünk már HR-re. Igen, ha lehet csak két... vagy csak a kevesebb Devastation kérném. Szénát elkezdtük beintegrálni, az hogy áll? 51%-on van, és most megint le kell mennem az aljára ennek a szarnak, mert ott írja, hogy pontosan mikorra fogja befejezni. Vagy nem? Itt van. Azt mondja, hogy 97 augusztusára, szóval a következő részre fog ez maradni. Buzinza és Macoló. Hát hova megyünk? Hol van Macoló? Hol a másik? Ó, ott van. Oké. Te... menj oda, sose fogsz odaérni, de legalább indulj el. Ideákat is vehetünk. Techből nagyon jól állunk. Még az adminból állunk a legjobban, hallod? Úgyhogy meg is veszük ezt a Max Promoted Cultures, és promotálunk is valakit. Rengeteg pénzünk van, mire lehet még ezt a pénzt elkölteni? Sís! Mindenki maxon van, igaz? Igen, 16, 10, 5. Azért állunk ilyen jól az admintek, vagyis az admin pontokból, mert elképesztően sok admin pontot szerzünk. Tehát nem tudjuk mire elkölteni a pénzünket kvázi. Ami fun. A maga módján. Commonwealth rátámadt Svédországra. Establish New World Mission. Nem fontos. Kicsit sokat lázadozna. Nincs ott emberünk. Fek. Át tudunk menni. Jesseltonból.
Az ez? Van Jesselton. Azaz, igen, akkor te átviszed oda őket. Te meg foglald már vissza azt a területet, ember! Nekem egyen kétszer kérnem. Az megvan. Most valószínűleg lázadókkal fogunk foglalkozni ebben a részben. Embargoing. Beszólás nincs, úgyhogy most beszólunk még valakinek, csak hogy szinten tartsuk a power projectionünket. És akinek be tudunk szólni, az nem más, mint... Tudom, promotálni akartuk a kultúrát, mindjárt az is meg lesz. Ming és Commonwealth. Jó, próbáljuk meg. Ming! Relation, send an insult. Igen. Igen, meg is van. Jó, ez sikerült, ez szép volt. Nice, well done! Várom, ütögetem magam. Egyébként... mondtam már az indiai invázióban is, lehet, hogy van itt, aki nem nézi azt a sorozatot, akkor nagyon kellemes új évet kívánok nektek, illetve új évi bulit, hogyha ilyenekben részt vesztek. Érezzétek jól magatokat, azért is ment ki ez a rész tök hamar, mert valószínűleg senki nem azzal fog foglalkozni. Itt most szilveszterkor, hogy nézegesse az én videóimat. Szóval érezzétek jól magatokat, és hogy akármit csináltok, az a lényeg, hogy jó legyen. Mert a buli ott van, ahol megteremted. Ez egy nagyon nagy bölcsesség, ezt írjátok le. Írjátok le! Tízszer. Nem, százszor. Írjátok le százszor. Itt közben megverjük őket. Igazából már nem sok minden maradt tennivaló, akár most is röviden zárhatnám ezt a sorozatot, de én szeretem végigvinni. Nagyon kevés olyan végjátszásom van ebben a játékban, amit nem maxoltam ki. Tudom, hogy sokan itt 16. század végén, 17. század elején elvesztik az érdeklődést. Lehet, abszolút adom, viszont, amit abszolút jogosnak tartom, viszont az OCD-m nem engedi, hogy ne fejezzem be ezeket a ránokat. Elkészült Vajau, lehet Zikua. És ezért nektek is végig kell néznetek. Jó, ki van itt a közelben? Ugye, mi lenne, hogyha megtámadnánk amúgy Burgundiát? Ki védi meg? A mindenki. Ravensburg. Oké, Ravensburgnak ki a szövetségese? Valószínűleg meg fogja védeni a Bohémia. Igen, ez a para. Véget ért a pápával a béke. Ki van még? Ausztria, Spanyolország, a pápa. Ezek maradtak. Mi van, ha pápát támadom? Savoya, Lüneburg, Burgundia, Commonwealth. Mi van, ha Ausztriát támadom? Bohémia nem védi meg. Köln és Burgundia. Tehát akár Ausztrián át... be tudnám foglalni Burgundiát. Mekkora ereje van Ausztriának? Van 52.000 embere és 52.000 manpower-e, ami nem sok, lássuk be. Szerintem tök egyszerűen el tudnánk velük bánni. Mit szóltok hozzá? Ráadásul nem is kell, hogy Ausztriával igazából nagyon háborúzzunk. Az kell, hogy Burgundiát befoglaljuk és kész. Na, ide gyártsunk le még egy mörköt. Erre az egységre dobjuk rá még egy mörköt. És itt pont 8-10-en vagyunk. És mindenkit sorakoztassunk föl ide. Lényegében a war score az az Ausztriában lesz, méghozzá Bécs, sajnos. De szerintem ez így megoldható. Tehát Burgundiát befoglaljuk, kicsit szerzünk war score-t, Ausztria ellen és Burgundiától elkérjük az összes létező területét, és kész. Még egy küldetést teljesítünk. És végre végzünk Burgundiával. Így kezdtük az egész játékot, hogy Burgundiát el kell tenni minél hamarabb láb alól. Itt vagyunk, 350 évvel később, és még mindig Burgundiával küzdünk. Varázslatos. Itt van egy egységünk. Egyedül attól félek, hogy esetleg a morálunk az elég alacsony. Ugye erről már volt szó, hogy valamiért veszélyesen alacsony a morálunk. Hát ez egy nagyon hasznos dolog, ez az institution spread, nem kellett volna. Savoyával is véget ért a béke egyébként. Pápa, Lüneburg, Commonwealth. Jó, akkor nem. Tehát innen jössz, te innen, és te pedig itt befoglalod Burgundiát, aztán pedig ezeket a területeket. Kicsit necces ez a terv, ti is akár jöhetnétek segíteni.
palesztin partoktól. Aha, mi ja, az mondjuk jó lesz. Úgyhogy támadjuk meg Ausztriát, és húzzuk ki a háborút addig, amíg el tudjuk kérni egy békében őt. Őt. Franz Comtot, meg a másikat is, ha már ott vagyunk. Troaevás ezt. Végzünk Burgundiával, ez ennek a résznek a tematikája, a célja. Ezért létezik ez a rész, hogy véget vessünk Burgundiának egyszer és mindenkorra. Mekkora területek ezek? 30 és 28. 58! Wow! Ez kicsit para lesz. Overextension tekintetében. De szerencsére mindenkivel nullán van. Nem, aggressive expansion tekintetében. Mindenkivel nullán van kivéve Ausztriával, Portugáliával, Spanyolországgal. Oszmánokkal sincs. Meg a mamelukokkal sincs. Akin kell. Whatever. Veszítsünk innovatív nézt, nyerjünk unrestet. Nyerjünk unrestet ott délen. Szóval azért vannak sokan, akik szeretnének belénk mártani a késüket. De lehet, hogy már vagyunk elég nagyok, hogy ez ne legyen probléma? És sose tudom, és sosem vagyok biztos benne, hogy actually vagyunk elég nagyok. Itt dolgozik valaki? Nem, akkor... Ó, 333! No, visszavonom. Meggondoltam magam. 111 ez is. Ó, gyerekek. Ne vicceljünk már, akkor megyünk Afrikába téríteni, hát mit nekem? Tessék, 16! Ők tudják, hogy milyen a jó anglikánnak lenni. Jó. Mitől dolgozik a jó anglikán? Tehát ez... fájdalmas lesz, tény. Aggressive expansion tekintetében, hiszen már most összeállhatnának ellenem egyébként. Nem is tudom, hogy miért nincsen koalíció. És Spanyolország 1, Portugália 2, egyikkel sincs békénk. Nincs, kiállásom, hogy hokan. Tehát Spanyolország 1, ez a kettő, Spanyolország, Portugália 2, Ausztria 3, oszmánok 4, és mamelukok lesznek az ötödikek. Viszont, hogyha Ausztriára láttam, de akkor velük békém lesz. Hiába jár le a mamelukokkal a béke, és csatlakozhatnának a koalícióhoz, nem tudnak, mert Ausztriát meg kokblokkoltuk. Már csak what? Miért csak Köln védi meg? Miért? Szászország az új szövetségese. My friendship with Austria over. Burgundia is my... vagy Savoy is my new friend. És őt mindenki megvédi. Ah! Lecsúsztunk erről. Nem is baj igazából. Ki van még? Pápa, Spanyolország, Ravensburg, Szászország. Spanyolországnak meg... Ming. Jó? Oké. Okay. Egy jó kör volt. Aztán van még a pápa, őt megnéztük rá. Mindenkit megnéztük, akkor nem tudjuk megtámadni. Ennyit arról, hogy ennek a résznek ez a célja. Már nem a célja. Elmúlt. Belzsia szép nagyra nőtt. Lúz... 7123 dukát. Whatever. Annyi pénzünk, nem tudjuk hova tenni. Ja, építsünk bele dolgokat. Mi lehet építeni bele dolgokat? Mondjuk már egyik sem fogja visszahozni a pénzét, de legalább építettünk bele dolgokat. Egyetem, stock exchange, sure, mindenhova stock exchange-et adjad megfele. Grand shipyard, ilyen local manpower az egyik, amit esetleg lehetne. A másik meg, ami fontosabb, az a conscription center. Ezt olyan helyre kell építeni, ahol nagyon sok slot van még. Hú, erről fogunk majd kapni sok értesítést. Furnace manufaktúra. Azt is megépítjük, Perzsia-letem a szindre. Perzsia nagyon érzi. Perzsia nagyon érzi. Elég durva. És minden pénzünket elköltjük épületekre, de olyan szépek lesznek. Mindenki a csodájára jár majd. Ez nem kell. Town Hall. Tehát ezek se kellenek, mert nem fogják visszahozni a pénzüket soha az életbe, de ez prestige beruházás. Tehát szindre, erre a szindre. Perzsia. Wow. Amúgy arról nem volt szó az előző részben, de az előző rész legelején azt hiszem elsők lettünk pontokban, nézzétek meg, mi vagyunk a legjobbak. We are the best around. Na, értitek. Szóval, és lássuk, hogy továbbra folytatódik a skyrocketing.
az egekbe fel. Score comparison. Bizony, több pontot szerzünk, mint a Ming, és csak havi egyel, és csak kb. Kicsit több, mint 100-dal vagyunk előtte, de előtte vagyunk, és senki nem veszélyezteti amúgy a második helyet. Az első helyet még Ming így vagy úgy talán megpróbálhatja, de... a nobilitás nem fog örülni ennek, ha erre rákattintok. És nem is tudok adni nekik semmit. Beszélünk professzionalizmus, de azt hiszem nincs is professzionalizmunk, úgyhogy whatever. Szóval, ez mindenképpen nagyon király. Mi leszünk az elsők, meglátjátok. De hogy miért csak egyel kapunk többet? Nézzétek a ratinget. 96 az 58-hoz, 74 a 44-hez, 72 a 48-hoz. Miért csak havi egyel kapunk többet? Azért, mert elsők vagyunk, meg másodikak. Tehát semmi más nem számít. Fine. Meghalt egy tábornokunk. Akkor viszont, hogyha nem tudunk rátámadni... senkire. Akire szerettünk volna. Mármint Burgundiára. Akkor az lesz a következő... action plan. Hogy egyszerűen megvárjuk, amíg lejár a békénk a mamelukokkal, és megint megyünk a mamelukoknak neki. Az összövetségesük Kilwa, Funge és Tunis. Egyik sem túl nagy probléma. Funge azért szép nagy lett, az tény. De akkora seregünk van itt Afrikában, hogy it's fine. It's totally, totally fine. Ha rátámadnánk a spanyolokra, akkor csak a spanyolok védenék meg őket. És megszerezhetnénk az összes gyarmati területet tőlük. Ez nem is tűnik butaságnak annyira. Ráadásul békénk lenne velük, tehát nem tudnának mit kezdeni az aggressive expansion-nel. Viszont ahhoz itt kevés a sereg. Gyártsunk le egy dicsőségeset. Tudom, túl megyünk a... azért nem, never mind. Jó, menjünk akkor. Újra tervezés, srácok! Sokkal jobb ötletem támadt. Sajnos közvetlenül nem érjük el a portugálokat, át kell menni a spanyolokon rajta. De például Galíciát elkérhetjük majd a békében, pont ez ellen. Hogy legyen hozzáférésünk majd a spanyolokhoz. Portugálokhoz. Mert mindegy, utolsó háború lesz most ez. Plusz a spanyoloktól elkérünk majd itt ilyen területeket. És tekintő, hogy itt most 23 ember van, és nem, kicsit többnek kéne lennie. Hú, na most jönnek a spamek. Ide. Sokkal többnek kéne lennie, azért ezt a 34-eset átdobom még ide pluszba. Cool. Te gyere le inkább ide. Elkészítik a conscription centerek, és így már is nem leszünk, egyáltalán nem leszünk túl a... egyáltalán nem vagyunk túl a számon, ami nem szabad túl lenni. Ne gyertek oda, mert ide megyünk. Teljesen fölösleges elvánszorogni oda, hogy aztán visszaforduljatok. És megint összegyűjt a Church Power. Most már sokkal gyorsabban, érezhetően sokkal gyorsabban jön a Church Power, mint eddig. Good leadership. Suez will be done 91 days earlier. Zsír. És akkor Portugália lesz itt a war goal, és a cél. A war goal az Lisszabon. És a actual cél pedig az, hogy elkérjük Portugáliát az összes gyarmatát. Az összeset, mindet akarom. Ezeket itt, azokat ott. Cool. Azokat, Taiwant is akarom. Új-Zéland, nyilvánvaló. Ez a Tuna, Tuamotu szigetek, akárhogy is hívják őket, azok is kellenek. Mind az enyém lesz, Rapauni is. Mind. Akarom mindet. Szóval, civilizált módon megindítjuk a háborút Portugália ellen, és reméljük, hogy nem fog beletörni a fogunk ebbe. Take capital Lisboa. Indeed. És akkor egy újabb világháború, de ez most viszonylag kis szereplős. A számok hogy alakulnak? A számok úgy alakulnak, hogy háromszor annyian vagyunk, mint ők. Kb. Háromszor annyian vagyunk, mint ők. Viszont egy részük nem tud majd harcolni.
szépen elosztogatjuk itt az embereket. Át tudsz jönni ide, az nagyon jó hír. Te átjössz ide. Te jössz ide támogatni. És ugye egy erőddel kevesebb, ezt az erődöt már nem kell bevenni, mert már elfoglaltuk. És te jössz ide. Igen. És akkor itt még vannak népek. Ide kérek egy új lídert. Hatos ostrom. Az nice. Fast ostromoljuk meg akkor nagyon szélsebesen. Van valahol egy flottánk. Itt. Neked az lesz a feladatod, hogy a földközi tengeren vadázz le az ellenséget. Aztán itt is... Itt, hát... Ja, ide is kérünk egy lídert. Igen, még ez belefér. Ú, de jó. Három csillagos tábornok, te pedig csatlakozz hozzá. Sőt, nem bánnám, hogyha gyors futással csatlakoznál. Itt pedig... Hát itt a szokásos tangó. Nem igazán érdekel, hogy például veszítünk embereket emiatt, meg amiatt. Csak nyerjük meg a háborút. És Rosettában azonnal fellázadtak, de szerencsére itt van a megbízható emberünk. Hogy állunk uralkodóilag? Tök jó a mostani királyunk, és tök rossz a következő királyunk. Úgyhogy próbáljunk megtartani ezt a királyt. Azonnal meghalt! Riohában. Wow! Te sem bírtad sokáig. Akkor itt maradj, vedd be, és akkor majd oda tudunk küldeni segítséget. Te is gyere ide. Vedd be. Egyelőre jó. Igen, minden remek. Ugye majd ha Spanyolországgal itt törődtünk, akkor át kell jönnünk ide. És ezt is befoglalni, ezt a karait, amihez kell majd a pápa hozzájárulása, ez lehet, hogy kicsit parás része lesz a dolognak, vagy meggyőzzük valahogy. Sank de Castellén. Egy stabilitást kapunk, és mínusz 10 admin kosztot. Absolutely welcome. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. A spanyolok amúgy úgy látom, hogy a revolutionary-kel szenvednek. Good for them. Ide hogy tudna jönni? Így, akkor viszont itt maradsz. 28, meg is van Castilla Vieja-nak az ostroma. Kettes erődök vannak Spanyolországban, hál' Istennek. Elég, hogy Lisszabonban van egy 36-os vagy hanyos 9-es. Jézusom, 9-es? 9-es, azt a rohadt. Na, te tök jó, hogy vagy. Meg ti tök jó vagytok revolutionary-k. Viszont sajnos el kell, hogy náspágoljalak titeket, mert nekem ott szükség lesz arra. Te is jöhetsz, akár amúgy el is foglalhatjuk ezeket a területeket, mi miért ne. Tudod mit? Széna. Segíts nekem. Legyen az, hogy te most ostromot kapsz. Ostromold mindent, amit tudsz. Sőt, mindenki ostromoljon. Ez az új direktíva. Ostrom mindenkinek. Billy? Cool. Meg is van Madrid. Bohémia már nem nagy hatalom. Na, viszont most jöhetünk megverni. Na, nem jöhetünk megverni. Mi van itt? Milyen erőd van még itt? Ja, Toledo? Aha. Candle Company formed. Eddig tök jól alakul a csatornázás. Tényleg. Megvan Benin, és itt a szomszédban van valaki, aki nagyon szeretné, hogy meglátogassuk. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Hogy állunk a gyarmatokon? A gyarmatokon... Jól! Itt van egy 42-es ostrom, egy 71-es ostrom, és nem nagyon támad vissza. Ez egy stack wipe. És szerintem haladjunk szépen sorban. Bár igazából mindegy, stack wipe-oltuk. Egy ide, a másik meg oda. Te gyere ide. Nem, te gyere ide. És te gyere oda. És így jó lesz. Minusz 21. Fine. Te el tudsz menni? Espirito Santo. Meg is van. 45 napos ostrom volt. Azért az durva. Ott ment egy 33-as, ott ment egy 37-es. Azokat el kéne kapni. 85. Wow. Szóval azokat igencsak el kéne kapni.
De amúgy... tök jó. Egyenre tökéletesen ad ez a háború. Megvan ez az ostrom, akkor mehetünk a másikra, erre. És itt lesz valami csata. Aha, és téged hol lehet elkapni? Hol lehet veled találkozni manapság? Segíts már nekem. Ott lehet, jó. Jó, ott akkor találkozunk. Megvan Toledo is. Ti jöhettek ide, meg ide. Te is jöhetsz ide, mert itt már nem nagyon maradt más dolga a hadseregeimnek, mint foglalgatni. Mindenki stackwipe-oltunk a francba. Lényegében ez egy nagyon, nagyon egyszerű háború volt. Jó, még nincs vége, meg tudom, ilyenkor szokott szétcsúszni. Na, itt bátornak érzi magát Portugália. Elveszítettük a csatát! WTF! Hát ezt mondtam, hogy lehet, hogy most kiabáltam el, és indeed most kiabáltam el, és ez is rosszul áll, ez a csata. Pedig jobb a disziplínánk. Alacsony morálról indultunk, de jobb a disziplínánk, úgyhogy ezt szerintem meg kéne nyernünk. Annak ellenére, hogy kapunk -2 minden dobásra. Ezt meg kéne nyernünk. Aztán mondd, hogy nem nyerjük meg, mert felruglak. Megnyertük. Nice. És ezért kaptunk egy... egy előrehaladás is az ostromban. Valami ostromot megnyertünk, de nem figyeltem melyiket. Új világban? Aha, ezt. Lehet, hogy gondot fog okozni. Az, hogy... sokkal többen vannak ezek, mint számítottam rájuk. A kis spanyol kolóniák. Kész van, mehetsz Burgosba. És de jó, hogy mindenki foglalgat. Mármint tök jó. Nem szarkasztikusan mondtam, tényleg jó, hogy segítik itt a munkámat. -42% megvan Gáostroma. Hú! Az ott egy 73-as portugál sereg, az honnan jött? Te jó ég! Legalább tudjuk, hogy ők felénk jönnek. Ez az ostromban sietni kéne, srácok. Vagy pedig ezt átküldjük. Jó, ezt átküldjük. Segíteni. Már elvesztettük Espirito Santo ostromát. Tehát nem alakul minden a legjobban az új világban, legalábbis amennyire szeretnénk. Egy nagyon brutális had érkezik délről, Portugália brutális hadsereg érkezik. De szerintem meg fogjuk tudni fogni. Na. Nagyon remélem. Nagyon összeállnak együtt, egy jó ég. Na, hol van ez a sereg? Itt van. Ővel el tudjuk őt kapni, és ide kell egy líder, sajnos. Kell egy líder. Líder nélkül nem ér sokat. Jó, ez megvan. Stack Viper ráadásul. És... hát, most nem látom, hogy hova tudnék ezzel menni, úgyhogy induljunk el erre. Ott van egy. Az megy befelé. Az nekünk jó. Te is itt vagy. Jó, te gyere vissza. Na, 64. Azt hiszem megvan. Jó, megvan Fezostroma. Nagyszerű. Pedig valamit próbál elérni. Nem tudom mit. Ó, nem jött fel a portugál sereg. Inkább visszaveszi az ostromot. Nekem úgyis jó. És akarok lerakni egy újabb embert, hogy dolgozzon. Ide gyere. Nagyon jó lesz neked, nem fognak bántani, esküszöm, ígérem. Inkább ígérem, mint esküszöm, az a biztos. És akkor te mehetsz tovább igazából Marrakes ostromára. És mindenki megáll a közelben. Hogyha kell segítség. Elfoglaltuk az átkozott Coimbrákat. Elfoglaltuk Bornót. A bornóiak jöhetnek ide. Vagy összevonjuk ezt a kettőt, elveszettük Goát, vagy Gaót. Ha összevonjuk ezt a kettőt, akkor lehet esélyük
Tudom, ott megy lefelé, nem zavart különösebben. A házat el fog kapni véletlenül egy spanyolt, de az jó lesz. Yep. Nem, nope. Megnyertük, jó, maradj itt. Maradj itt, te meg ide gyere. Sajnos szavanna lesz. És amint megérkeztél, szólj, megérkeztél. És gyors futással menj oda, ami... Hú, egy hónap lesz odaérnie. Tíj, az necces lesz, barátom. Vehetünk új teket? Milyen teket vehetünk újat? Admin teket, of course. De előtte... Ezt kérem. És ezzel be is fejeztük a teljes idea mindenséget. Megvettünk minden létező ideát, és mivel így is rengeteg admin pontunk van, ezért megnézzük, hogy mire tudjuk használni, milyen decision-t, vagy policy-t tudunk alkalmazni. National Risk minusz 1, ez jól hangzik. Aggressive Expansion Impact minusz 10, talán. Income from Vessels, nem itt az üssünk lenne a pénzre, de fine. Legyen akkor ez a National Risk mindenképpen. És... Talán levehetjük most már erről. Sőt, nem csak levesszük, egyenesen átrakjuk ide. 12-10-6. Így jó lesz. És még akarok valami policy-t. Csak 5 policy-m lehet egyszerre? Ezt mikor hozták be? Régen volt, hogy volt vagy 50 policy-m. Ez már nem kezd a Global Settlement Increase. Na, jó, hogyha van. Amíg be nem tömjük a réseket. Ez ott nem lesz meg az a csata. De meg lesz. Nem lesz meg. Meg lesz. Jön az utánpótlás. Gyerünk. Ez az! Ott is jön az utánpótlás, onnan jön a másik. Oh boy! Micsoda ütközet. Oh, megnyertük! 30 ezer, 43, 41 ezeren estek az oldalukra, a milyenkre pedig 20-an. Cool! Megvárjuk még azt, aki jön. Udvariasan. Border Friction, Bohémiával. Fine. Na gyere már! Jó, köszönöm. És most visszamegyünk Gao-t megostromolni. Még mindig csak 23%-on áll a... Cuszi, de most bevettük a Wargolt. Fel is ugrott 35-re. Na, ugye te felszabadultál, úgyhogy te akár jöhetnél... Hoppá, itt történnek események. Szóval itt vannak a spanyolok. Oké, most mindenki itt szabad lett. Úgyhogy gyertek ide, és visszatámadunk. Ott sikerült elkapni egy flottát, az nagyon jó. Hol van? Ups! Itt maradt pár egységünk. Ezeket sajnos pont nem vettük észre. Hát gyertek ide, meglátjuk, mit tudunk ezzel tenni. Várjatok, nem, az egyikőtök, te 42-eske, te gyere ide. Itt van egy nagyobb szükség. Hoppá, ott kimegy. Kilakik ott. Itt rejt a víz. Great Britain loses crown, Comoros. Antamorónak átadjuk Comoros-t. Nem. Fuck you, Antamoró, nem kap semmit. És akkor ez megvan, azt, hogy bevesszük. Jó, te is jöhetsz erre felé. És Szénát itt maximálisan befoglalták, de már jön a felmentő sereg. Ezek nem számítanak. Ezek nem számítanak, higgyétek el nekem. Egy percig sem számítanak, és egy percig sem gond, hogy ezek csinálják a fesztivált. Hát nézzétek, így néz ki egy tökéletes Ibériai félsziget. Tagadhatatlan. Elsüllyesztjük közben a flottát, és a spanyol flottát. Ráállt egy 14-es ostromra. Ez jó lenne, hogyha odaérnénk, mielőtt befejezi, mert dombokon van. És ráadásul Wall Bridge-t, hát persze, hogy nem tudta, hogy be tudta fejezni, mielőtt odaértünk volna. But of course! Csináld nyugodtan a fesztivált, nem érdekel! Ó, menj a francba, te viszont menj a francba! Elveszettük Banda Orientál ostromát is. Menjünk le, küldjük le oda megint. A békefenntartókat.
Próbáljuk meg itt Brazíliában is elkapni őket. Valamit csináltanak már a mi kis, hogy hívják ezeket? Colonial Nation-jeink, mert egyébként csak úgy rohangálnak körbe-körbe, mint a fejnélküli csirke. Megvan ez is. Akkor menjünk oda, verjük meg a kanemborúi lázadókat. Bocsi kanemborúi lázadók, de kell a war score. Megnyertük a genoai csatát, nice! Nice, nagyon király. És visszavettük Genoát. Itt van úgy látom ostrom, amit ez... Firenze ostrom, a 8-as erőd... Sheesh. Nem már. Dude. Itt vajon el... Nem tudjuk elkapni, nem rá kell állni az ostromra. Jó, hogy minusz 28-ra indul. Oké. Tehát akkor itt áll, itt járunk most, így állunk most. Innen folytatjuk a következő részben. Akkor még egyszer jó új évet, kellemes estét nektek, és találkozunk csütörtökön. Kösz, hogy itt voltatok ma. Ellentétben neki, mert neki nem köszönöm meg, hogy ott van. Rohadjon meg. Felküldünk egy egységet, hogy elbánjon vele. Na, sziasztok!